Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabadpolc legújabb adása, és köszöntöm a mikrofon körül műsorvezető társaimat, Ákost. Sziasztok! Ádámot. Sziasztok! És jó magam Alex volnék, és hát folytatjuk a novellák elemzéseit. Ahogy megígértük, most Ted Chiang-től következik a Nullával való osztás című novella, amelyet az életet története vagy érkezés és más novellák kötetben lehet megtalálni, és hát én fogom ezt felolvasni, úgyhogy aki nem szeretné ezt hallani, akkor ő olvassa el. Másképpen, aki pedig szintén nem szeretné hallani, az pedig elrekattinthat az időkódra, amit meg fogunk adni itt a videó alatt. Úgyhogy akkor jó szórakozást kívánok a novellához. Ted Chiang, Nullával való osztás. 1. A nullával való osztás eredményeképpen nem kapunk végtelenül nagy számot. Ennek az az oka, hogy az osztás meghatározása szerint a szorzás megfordítása. Ha nullával osztunk, majd a hányadost megszorozzuk nullával, akkor elvileg azt a számot kellene kapnunk, amellyel a műveletet kezdtük. Igen ám, csak hogy hiába szorozzuk meg a nullát végtelennel, a szorzat mindenképpen nulla lesz. Soha nem kapunk más eredményt. Nincs olyan szám, amely nullával szorozva nullától eltérő megoldáshoz vezetne. A nullával való osztás épp ezért szó szerint értelmetlen. 1A. René kifelé bámult az ablakon, amikor Mrs. Riva oda sündörgött hozzá. Már is hazamegy, hisz még csak egy hete érkezett. Az bakfitty. Az úr a megmondhatója, hogy én még egy jó darabig itt fogok rostokolni. René udvarias mosolyt erőltetett az arcára. Biztosra veszem, hogy nem sokára ön is távozhat. Mrs. Riva volt az intézet ügyeletes kavarógépe. Mindenki tudta, hogy a jelképes kísérleteivel csupán fel akarja hívni magára a figyelmet, az ápolók azonban kénytelenek voltak odafigyelni rá, nehogy egyszer véletlenül sikerrel járjon. Ha! A személyzet repesne az örömtől, ha megszabadulnának tőlem. Tudja, milyen jogi következményekkel jár, ha valamelyik fekvőbeteg meghal a gyógykezelés során? Igen, tudom. Őket csak ez izgatja. Látszik rajtuk. Mindig a jogi felelősséggel jönnek. René kirekesztette a nő locsogását, újra az ablak felé fordult, és nézte, ahogy egy kondensz csík átszeli az eget. Mrs. Norwood, szólította egy ápolónő. Megjött a férje. René megeresztett még egy udvarias mosolyt Mrs. Rivának, majd elhagyta az osztályt. 1B. Carl még egy utolsó pontozott vonalra odakanyarította az aláírását, aztán az ápolók végre elvették tőle az elbocsátáshoz szükséges formanyomtatványt. A férfi még emlékezett rá, hogyan hozta be Rönét, és felidézte a kérdéseket, amelyekre a betegfelvételi eljárás során válaszolnia kellett. Sztoikus nyugalommal felelt a kérdésekre. Igen, matematika professzor. Benne van a kiki csodában. Nem, nekem biológia a szakterületem. Otthon hagytam egy doboz diát, és visszamentem értük, mert szükségem volt rájuk. Nem, a feleségem nem számított rá. Igen, egyszer, 20 évvel ezelőtt, egyetemista koromban. Nem, én le akartam ugrani. Nem, akkor még nem ismertük egymást Rönével. És így tovább, és tovább. Most, hogy már meggyőződtek róla, hogy Carl megbízható, támogató hozzátartozó, késznek mutatkoztak arra, hogy hazaengedjék Rönét, és járóbeteg ellátásban folytassák a kezelését. Utólag visszatekintve, és elvont értelemben véve, Carl csodálkozott rajta, hogy egyetlen mozzanatot leszámítva a sok megpróbáltatás folyamán egyszer sem rohanta meg a déjà vu érzése. Egész idő alatt, míg elintézte a szükséges ügyeket a kórházzal, az orvosokkal, az ápolónőkkel, semmi más nem érzett, csak zsibbadt tompaságot, szintiszta, gépies monotóniát. 2. Létezik egy közismert bizonyítás, amely bemutatja, hogy az 1 egyenlő a 2-vel. A levezetés az alábbi definíciókból indul ki. Tegyük fel, hogy A egyenlő 1, B egyenlő 1. A végeredmény pedig így hangzik. A egyenlő 2A. Azaz az 1 egyenlő a 2-vel. A levezetés közepén azonban észrevétlenül megbújik egy nullával való osztás, amely egyből kisiklatja az egész bizonyítást, és érvénytelenné teszi az összes matematikai szabályszerűséget. Azon túl, hogy az 1 és a 2 megegyezik, a nullával való osztás azt is bizonyíthatja, hogy voltaképpen bármely két szám, valós vagy képzetes, racionális vagy irracionális, egy és ugyanaz. 2A.
Amint Carlal hazaértek, René rögtön a dolgozó szobájába sietett, és nekiállt fejjel lefelé fordítani az íróasztalán lévő papírokat. Vakon stócokba rendezte őket, és össze-össze rezzent valahányszor a pakolászás közben egy-egy oldal csücske felfelé kunkorodott. Fontolóra vette, hogy elégesse az iratokat, aztán arra jutott, hogy most már csupán jelképes szerepe lenne. Bőven elég, ha soha többet egy pillantás sem vett rájuk. Az orvosok ezt valószínűleg a rögeszmés megszállottság kategóriájába sorolták volna. René elfintorodott, ahogy eszébe jutott, milyen megalázó volt betegként egy rakás ostoba mamlasz felügyelete alá tartozni. Eszébe jutott, amikor a zárt osztályon elméletileg 24 órás megfigyelés alatt tartották az ápolók, mert attól féltek, hogy öngyilkosságot kísérel meg. Meg a pszichoterápiás ülésekor az orvosok mindig lekezelően viselkedtek vele, egyébként pedig végtelenül kiszámíthatóak voltak. René nem értett annyira a megtévesztéshez, mint Mrs. Hrivá, ám még így is pofon egyszerű volt az orruknál fogva vezetni az orvosokat. Csupán annyit mondott, tudom, hogy még nem jöttem rendbe, de jobban érzem magam. És szinte már fogalmazták is neki a zárójelentést. 2B. Carl az ajtóból figyelte Renét, egy rövid ideig aztán végig sétált a folyosón. Még élénken emlékezett arra a két évtizeddel korábbi napra, amikor őt engedték haza a kórházból. A szülei jöttek érte, és hazafelé menet az anyja tett egy bárgyú megjegyzést, valami olyasmit, hogy mennyire örülni fog neki mindenki, ő pedig alig bírta megállni, hogy ne ragadja meg az anyját, és rázza ki belőle még a szuszt is. Mindent elkövetett, hogy René megkapja tőle mindazt, amit ő maga is szívesen vett volna a pszichiátriai tartózkodása idején. Naponta bement hozzá látogatóba, függetlenül attól, hogy René eleinte látni sem akarta, nehogy pont akkor keresse majd hiába, amikor meggondolja magát. Néha beszélgettek, máskor csak sétáltak a kórház udvarán. Carl semmi kivetnivalót nem talált a viselkedésében, és tudta, hogy René hálás a fáradozásáért. Mégis úgy érezte, hogy puszta kötelességből tesz erőfeszítéseket. Semmi több. 3. A Principia Matematika című művükben Bertrand Russell és Alfred Whitehead a formális logika segítségével megkísérelték szigorú módszertannal biztos alapokra helyezni a matematikát. Axiomának tekintett logikai állításokból indultak ki, majd egyre bonyolultabb és bonyolultabb tételeket vezettek le belőlük. A 362. oldalra eljutottak odáig, hogy teljes magabiztossággal kijelenthessék. 1 + 1 = 2. 3A. Renét 7 évesen egy rokona otthonában barangolva teljesen megbabonázta, amikor felfedezte, hogy a padló sima márvány járólapjai szabályos négyszög alakzatban rendeződnek. 1 × 2 × 3 × 3 × 4 a járólapok négyszög mintázatban illeszkedtek egymáshoz. Hát persze! Nem számít, hogy milyen irányból nézte az ember, mindig ugyanaz volt az eredmény. Arról nem beszélve, hogy a növekvő méretű négyszögek mindig páratlan számú járólappal bővültek. René megvilágosodott. A végkövetkeztetés szükségszerűnek tűnt. Így volt helyén való, és ezt az érzést csak tovább fokozta a csempék síma, hűvös tapintása, valamint hézagmentes illeszkedésük. Olyan elképesztően finom vonalak határolták őket, hogy René beleborzongott a mértani pontosságukba. Később sok más felfedezést tett, újabb és újabb eredményeket ért el. Csodájára jártak, hogy mindössze 23 évesen megvédte a doktori disszertációját. Sorra jelentek meg a szakmai körökben komoly elismerést kiváltó tanulmányai. Az emberek Neumann Jánoshoz hasonlították. Az egyetemek versenyre igyekezték magukhoz édesgetni. Renét a tudományos életnek ez a vetülete viszont soha nem foglalkoztatta különösebben. Mindenben csak a helyességet kereste. Valamennyi tétel bizonyításakor azt az érzést, amit a járólapok elrendezése váltott ki benne, épp oly megcáfolhatatlanul, mint a fizikai valóságuk, és épp oly exakt módon, mint ahogyan illeszkedtek. 3B. Carl úgy érezte, hogy az a személy, akivé vált, az öngyilkossági kísérlete után született meg. Akkor ismerte meg ugyanis Lorát. A kórházból való elbocsátását követő időszakban nem volt kedve találkozni senkivel, míg nem egy ismerőse unszolására hagyta magát bemutatni Lórának. Carl először megpróbálta lerázni, a lány azonban nem tágított. A nő szerette, amíg szenvedett, és elhagyta, miután rendbe jött. Carl a kapcsolatuk alatt megtanulta, mit jelent az empátia, és újjászületett.
Laura új vizekre elvezett, miután lediplomázott, Carr pedig az egyetemen maradt és elvégezte a biológiai doktori iskolát. Élete során többször tört még darabokra a szíve, és előfordult, hogy nehéz időszakon ment keresztül, ám soha többé nem zuhant depresszióba. Carl nem győzött betelni vele, ha arra gondolt, milyen csodálatos ember volt Laura. A mesterszak elvégzése óta nem beszélt vele. Vajon hogyan alakulhatott az élete azóta? Eltűnődött? Vajon kiket szeretett még? Annak idején viszonylag hamar felismerte, milyen jellegű a kapcsolatuk, illetve milyen nem lesz soha, és végtelenül nagyra értékelte. 4. A 19. század elején a matematikusok kutatni kezdték az euklédeszi geometriától eltérő szabályrendszereket. Ezek az alternatív geometriai rendszerek merőben abszurd eredményekhez vezettek, ugyanakkor nem tartalmaztak logikai ellentmondást. Később bizonyítást nyert, hogy a nem euklédeszi geometriák relatív konzisztenciában állnak az euklédeszi geometriával. Azaz, az egyik csakis akkor ellentmondásmentes, ha a másik is. Az euklédeszi geometria következetes voltának bizonyítása kifogott a matematikusokon. A 19. század végére csupán annyit sikerült megállapítaniuk, hogy ameddig az aritmetika következetes, addig az euklédeszi geometria is annak tekinthető. 4a. A legelején René még csak apró kellemetlenségként tekintett a dologra. Átsétált a folyosó túlsó végébe, és kopogtatott Peter Fabrizi irodájának nyitott ajtaján. Zavarhatlak egy percre, Pete? Fabrizi hátragurult a székével az íróasztalától. Persze, René, mi a helyzet? René belépett a szobába. Előre tudta, mi lesz a férfi reakciója. Soha nem kért még tanácsot a tanszéken dolgozó kollégáitól, amikor problémába ütközött. Fordítva, annál gyakrabban szokott előfordulni. Na mindegy. Szeretnék kérni tőled egy szívességet. Nem tudom, emlékszel-e, de pár hete meséltem neked, hogy egy új formalista módszer kifejlesztésén dolgozom. A férfi bólintott. Arra gondolsz, aminek segítségével axiomarendszereket alakítasz át? Arra. Na, szóval az elmúlt napokban egészen képtelen eredményekbe futottam bele, és most már ott tartok, hogy a formalizmus önellentmondást hordoz magában. Vetnél egy pillantást az anyagra? Fabrizi pont olyan arc kifejezést vágott, amilyenre számított. Te tőlem kérsz? Természetesen, semmi akadálya. Nagyszerű. Az első pár oldalon tüntettem fel a problematikus példákat, a többi csak hivatkozási alap. Átnyújtott Fabrizinek egy vékony paksamétát. Inkább írásban vezettem le, sem hogy szóban átbeszéljük, így kevésbé foglak befolyásolni. Nem rossz ötlet. Fabrizi átfutotta a tekintetével az első néhány oldalt. Nem tudom, mennyi időbe telik, mire átrágom magam rajta. Nem hajtott a tár, adandó alkalommal majd néz rá. Elég, ha ellenőrzöd, nem neccesek-e a hipotéziseim. Közben én is folytatom a kutatást, és szólok, ha találok valamit, rendben? Fabrizi elmosolyodott. Fogadjunk, hogy még ma délután visszajössz, és közlöd, hogy megoldottad a problémát. Kötve hiszem. Ide olyas valaki kell, aki friss szemmel látja a helyzetet. Hát, tehetek vele egy próbát. Tárta szét a karját Fabrizi. Köszi. René nem tartotta valószínűnek, hogy Fabrizi teljes mértékben megértheti a formalista módszerét, de neki most csak arra volt szüksége, hogy valaki végigmenjen a rutinszerű műveleteken. 4b. Carl egy munkatársa házi bulián ismerkedett meg Renével. Valósággal megigézve fürkészte az arcát, feltűnően jellegtelen volt és legtöbbször meglehetősen komor ábrázattal nézett, ám a buli alatt Carl kétszer is látta mosolyogni, egyszer pedig összevonta a szemöldökét, és ezekben a pillanatokban a vonásai magától értetődő természetességgel rendeződtek a kívánt arc kifejezésbe. Carl ezzel nem tudott mit kezdeni. Általában messziről, szarkalábak és ráncok nélkül is meg tudta állapítani, kik azok, akik rendszeresen mosolyognak, és kik a savanyú képűek. Kíváncsi lett, hogy egy lány, aki alapjáraton kifejezéstelen arcot ölt, hogyan tehetett szert ekkora gyakorlatra oly sok különböző arckifejezés használatában. Sokáig tartott, mire megértette Renét, és le tudta olvasni az érzéseit az arcáról. De tagadhatatlanul megérte ennyi időt belefektetni. Carl most visszavonult a dolgozószobájába, letelepedett egy karosszékbe, ölébe vette a Tengerbiológia című szakfolyóirat legújabb számát, és hallgatta, ahogy René papírokat gyűr össze a folyosó túlsó végén nyíló dolgozószobájában. Egész éjjel dolgozott, és egyre ingerültebben csapkodott, noha a legutóbb, amikor Carl benézett hozzá, szokás szerint pókerarcot vágott. Carl félretette a folyóiratot, kikászálódott a székéből,
René dolgozószobájához ballagott, és megállt a küszöbön. Az íróasztalon nyitott könyv hevert, az oldalak jellegzetes matematikai ákombákomokkal voltak teleírva, amelyek közé hébe-hóba orosz nyelvű szöveges megjegyzések ékelődtek. René átfutott néhány egyenletet, alig észrevető homlokráncolással elvetette őket, majd összecsapta a kötetet. Motyogott egy keveset, használhatatlan, és visszarakta a polcra a könyvet. Ha így folytatod, az egekbe szökik a vérnyomásod, élcelődött Carl. Ne beszélj velem lekezelően! Carl meghökkent. Eszemben sincs. René megpördült és a szemébe nézett. Meg tudom ítélni, mikor vagyok képes hathatós munkát végezni, és mikor nem. Jó, akkor nem is zavarlak tovább. Lépett hátrébb. Köszönöm. René egyből visszafordult a könyvespolc felé, így hát Carl magára hagyta, azon morfondírozva, vajon mit jelenthetett az iménti nézés. 5. Az 1900-ban rendezett második nemzetközi matematikai kongresszuson David Hilbert felsorolta a matematika által a legfontosabbnak ítélt 23 megoldatlan problémáját. A második nyitott kérdés arra vonatkozott, hogy a számelmélet axióma rendszere ellentmondásmentes-e. Ennek bizonyításával a felsőbb matematika egy jókora szeletének belső konzisztenciáját meg lehetett volna mutatni. Lényegét tekintve azt kellett volna bebizonyítani, hogy az egy sosem lehet ekvivalens kettővel. Kevés matematikus érezte égető szükségét, hogy megoldást találjon erre a problémára. 5a. Fabrizi még ki sem nyitotta a száját, René már tudta, mit fog mondani. Életemben nem láttam ilyen átkozottul kacifántos dolgot. Ismered azt a kisgyerekeknek való játékot, amikor más-más keresztmetszetű formákat kell beilleszteni a megfelelő helyre? Na, olyan érzés volt a formális rendszeredet olvasni, mintha valaki fogná az egyik formát, majd szép sorban belepróbálná az összes lehetséges helyre, és mindenhova passzolna. Szóval nem találtál benne hibát? A férfi megrázta a fejét. Kifogott rajtam. Én is megfeneklettem, akár csak te. Csak egyféleképpen tudom szemlélni az egészet. René időközben kimászott a gödörből, és teljesen más irányból közelítette meg a kérdést, ám ugyanarra az ellentmondásos végeredményre jutott. Hát, azért kösz. Kikéred még mások véleményét is? Igen. Arra gondoltam, elküldöm Callahannek a Berkeley-re. A múlt tavaszi konferencia óta tartjuk a kapcsolatot. Fabrizi bólogatott. Nagyon tetszett a legutóbbi tanulmánya. Majd szólj, ha esetleg rátalált a probléma nyitjára. Most már furdal a kíváncsiság. René a kíváncsiságnál erősebb töltetű szót használt volna a helyében. 5b. Vajon René csak stresszes volt a munkája miatt? Carl tudta, hogy a matematika soha nem okozott neki nehézséget, mindössze intellektuális kihívást jelentett számára. Nem lehet, hogy életében először olyan problémákba ütközött, amelyeken nem tudott átlendülni? Így ment ez egyáltalán a matematikában? Carl a maga részéről szigorúan a tapasztalati tudományok eszközeivel élt. Fogalma sem volt róla, René hogyan alkot új matematikai elméleteket. Akármilyen bután is hangzott, de mi van, ha egyszerűen kifogyott az ötletekből? René túl öreg volt ahhoz, hogy a csodagyerekek átlagos felnőtté válásakor eluralkodó kiábrándulást kerítse a hatalmába. Az is igaz viszont, hogy számos matematikus 30 éves kora előtt véghez vitte a legjelentősebb tudományos felfedezéseit, szóval nem kizárt, hogy Renét pár év késéssel elkezdte idegesíteni, hogy nem-e fut ki az időből. Aligha. Carl futólag végigvett még néhány szóba jöhető lehetőséget. Vajon megkeseredett a tudományos életben? Zavarja, hogy túlságosan leszűkítette a szakterületét? Vagy nemes egyszerűséggel csak beleunt a munkájába? Meglepődött volna, ha efféle szorongások álltak volna René furcsa viselkedése mögött. Felismerte volna az erre utaló jeleket, ám amit tapasztalt, az nem állt összhangban a szokványos kiégés ismérveivel. Bármi is emésztette Renét, Carl értetlenül állt előtte. Ez pedig borzasztóan zavarba ejtette. 6. Kurt Gödel 1931-ben megfogalmazott két tételt. Az első bebizonyítja, hogy a matematikai rendszeren belül léteznek olyan állítások, amelyek eldönthetetlenek, miközben igazak. Még az aritmetikához hasonló egyszerű formális elméletek is megfogalmazhatnak pontos, meghatározott jelentésű, igaznak vehető állításokat, amelyek nem bizonyíthatók vagy cáfolhatók formális eszközökkel. A második Gödel tétel azt állítja, hogy az aritmetikai axióma rendszer ellentmondásmentessége is ezek közé az állítások közé tartozik, amennyiben az elmélet konzisztens, a következetességét állító mondata nem bizonyítható a vizsgált elmélet axiómáival.
Tehát az aritmetika, mint formális rendszer, nem veheti biztosra, hogy senki nem fogja levezetni az 1 egyenlő 2 formulát. Lehet, hogy nincsenek ilyen ellentmondásos állítások, de nem bizonyítható, hogy soha nem is lesznek. 6a. Karl sokadjára nyitott be René dolgozó szobájába. A nő felpillantott az íróasztala mögül, Karl pedig nem teketóriázott. René, a napnál is világosabb, hogy tudni akarod, mi az, ami nem hagy nyugodni? Szakította félben René. Jól van, elmondom. Kerített egy üres lapot és leült az asztalhoz. Egy pillanat türelmet. Karl megint szórásra nyitotta a száját, de René egy legyintéssel belé folytotta a szót. Nagy levegőt vett és körmelni kezdett. Középen egy lefelé húzott egyenes vonallal két sávra osztotta a lapot. Az egyik oszlop tetejére az 1-es számot írta, a másik fölé meg a 2-est. Alattuk villám gyorsan lefirkantott néhány számot és matematikai jelet, majd újabb és újabb hosszú és bonyolult egyenletekkel folytatta a sort. A levezetés közben összeszorította a fogát, olyan vehemenciával vetette papírra a betűket és számokat, mintha a körmét csikorgatta volna a táblán. Miután teleírta a lap kétharmadát, René nekilátott a hosszú egyenletek rövidítésének és egyszerűsítésének. Most pedig jöhet a kegyelemdöfés, gondolta René. Észrevette, milyen vadul nyomja a papírra a ceruza hegyét, ezért tudatosan lazított a szorításán. Az utolsó sorhoz érve mindkét oszlopba ugyanazt az egyenletet írta fel, majd a lap alján vastag egyenlőségjelet húzott keresztbe a két oszlopot elválasztó függőleges vonalon. Átnyújtotta Karnak a lapot. A férfi értetlenül merett rá. Nézd meg a tetejét! Úgy tett. És most az alját? Karl összevonta a szemöldökét. Nem értem. Felfedeztem egy olyan formális elvet, amely lehetővé teszi, hogy bármely két szám közé egyenlőségjelet tegyünk. A kezedben levő lap azt bizonyítja, hogy 1 egyenlő 2-vel. Tetszőlegesen kiválasztatsz két számot, és én ugyanígy levezetem neked, hogy megegyeznek egymással. Karlnak derengeni kezdett valami. Á, nullával való osztást alkalmaztál, ugye? Nem. Nem végeztem el tiltott műveletet, nincsenek homályosan definiált kifejezések, vagy a többitől független, hallgatólagosan igaznak tekintett axiómák, semmi ilyesmi. A bizonyításban csak és kizárólag megengedett módszereket használtam. Karl a fejét rázta. Álljon meg a menet! Hát egy nyilvánvalóan nem egyenlő 2-vel, formális logika szerint már pedig egyenlőek. Ott a kezedben a bizonyíték. Csak olyan műveleteket alkalmaztam, amelyek abszolút megkérdőjelezhetetlenek. Na de ez ellentmondáshoz vezet. Úgy van. Az aritmetika egy következetlen formális rendszer. 6b. Tehát, ha jól értem, nem tudod, hol csúszott hiba a számításaidba. Nem, nem figyelsz rám. Úgy ismersz, mint aki kiakad azon, hogy nem találja a hibát. A bizonyítás hibátlan. Vagyis akkor az igaznak elfogadott kijelentések nem stimmelnek? Pontosan. Biztos vagy, későn harapta el a kérdést. René tekintete villámokat szort. Még szép, hogy biztos benne. Karl végig gondolta, mit jelent mindez. Már érted? Kérdezte René. Most cáfoltam meg a matematika javarészét. Az egésznek semmi értelme. Karl látta rajta, hogy egyre zaklatottabb, sőt, már-már kezd kétségbe esni, ezért gondosan megválogatta a szavait. Hogyan mondhatsz ilyet? A matek továbbra is érvényes. A tudomány és a gazdaság nem fog egy csapásra összeomlani a felismerésed következtében. De csak mert olcsó trükként alkalmazzák a matematikát. Nem a technikai módszerként, mint amikor az ember betűszót alkot a 30 napos hónapok kezdőbetűiből. Ez azért túlzás. Már miért lenne? A matematikának ettől kezdve semmi köze nincs a valósághoz. És most tegyük félre a képzetes számokat meg a differenciál egyenleteket, így már a nyomvat egész számok halmazán értelmezett összeadás sem feleltethető meg az ujjaidon való számolásnak. Egy meg egy mindig egyenlő lesz 2-vel, ha az ujjaidon számolsz. Papíron azonban végtelen számú megoldás jöhet ki válaszként, és mivel mindegyik bizonyítható, ezért egyiket sem lehet bizonyítani. Levezethetem neked a világ legelegánsabb tételét, semmiben sem fog különbözni egy zagyva egyenlettől. Keserűen felnevetett. A pozitivisták azt állították, hogy a matematika minden igaz állítása szószaporítás. Mekkorát tévedtek? Nem szócséplés, hanem ellentmondás. Karl megpróbált újfajta megközelítést alkalmazni. Na várj,
Az előbb említetted a képzetes számokat. Miért lenne ez nagyobb katasztrófa, mint a képzetes számok okozta felzúdulás? Régen a matematikusok úgy tartották, hogy a képzetes számok elmélete humbug, ma meg már magától értetődő evidenciák. Ez ugyanaz, csak Pepitában. Egyáltalán nem ugyanaz. A képzetes számoknál mindössze ki kellett terjeszteni a számelmélet kereteit, ám ez rajtunk vajmi keveset segít. A képzetes számok új színfolttal gazdagították a matematikát, az általam kidolgozott formalizmus azonban a fennálló rendszert értelmezi át. Jó, de tegyük fel, hogy más kontextusba, új megvilágításba helyezted az egész frászt, forgatta a szemét Röné. Hiába csűrjük, csavarjuk, a tételem épp oly közvetlenül bizonyítható az axiomákból, akár csak az összeadás szabályai. Nekem elhiheted. 7. Gerhard Gentzen egy 1936-ban közölt írásában sikeresen bizonyította az aritmetika konzisztenciáját, ám ehhez egy meglehetősen vitatott módszert, az úgynevezett transfinit indukció elvét alkalmazta. Az elv nem tartozik a hagyományos bizonyítási eljárások közé, és mint ilyen, első pillantásra aligha tette volna lehetővé az aritmetika konzisztenciáját. Gentzen voltak éppen egy bizonytalan feltevésből kiindulva bizonyította be a nyilvánvalót. 7a. Callahan visszahívta Rönét a Berkeley-ről, de nem tudta kiúzni a csávából. Megígérte, hogy tovább tanulmányozza a munkáját, ám nagyon úgy tűnt, hogy René rátapintott egy végtelenül zavarba ejtő igazságra, amely alapjaiban rengette meg a matematikát. Callahan megkérdezte, tervezi-e publikálni a formális levezetését, mert ha netán mégis elsiklott volna a figyelmük egy számításban rejlő hiba fölött, akkor a matematikai élet meg annyi kiválósága közül valaki egészen biztosan ki fogja szúrni. Rönének alig jutottak el a tudatáig a férfi szavai, és válaszul csak annyit motyogott, hogy majd jelentkezik. Újabban, főleg a Karllal folytatott vitája óta, nehezére esett más emberekkel beszélni, és a tanszéken dolgozó kollégái egy idő után kerülni kezdték. Már nem tudott a munkájára összpontosítani, és előző éjszaka azt álmodta, hogy kidolgozott egy formális eljárást, amelynek révén le tudta fordítani az elvont fogalmakat a matematika nyelvére, majd bebizonyította, hogy az élet és a halál ekvivalens fogalmak. Nagyon megijedt, hogy mi van akkor, ha kezdi elveszteni a józan eszét. Érezhetően tompulni kezdett pengeíres gondolkodása. Márpedig onnan csak egy lépés az őrület. Elég nevetséges, korholta magát René. Hisz Gödel sem akart öngyilkos lenni, miután elővezette a nem teljességi tételeit, nem de? Oké, de a Gödel tételek gyönyörű, transzcendens, párjukat ritkítóan elegáns remek művek voltak. Az általa kidolgozott bizonyítás ezzel szemben gúnyolódott vele. Kinevette, rajta köszörülte a nyelvét, mint egy fejtörő a rejtvénykönyvben. Ho-ho, cukkolta. Nem szúrtad ki a hibát? Na fuss neki szépen még egyszer. Hát, ha most észreveszed, hol rontottad el. Aztán újból a bolondját járatta vele. Gyanította, hogy Callahan most éppen azon töri a fejét, milyen következményekkel járhat a felfedezése a matematika egészére nézve. A matematika legtöbb ágának nem volt gyakorlati haszna. Teljességgel absztrakt tudománynak számított, amelyet a puszta intellektuális szépsége miatt tanulmányoztak. Így viszont ennek búcsút mondhattak. Egy önellentmondáson kapott elméletnek a világon semmi értelme, és a legtöbb matematikus undorodva fordulna el tőle. Rönét az dühítette fel a legjobban, hogy a megérzései cserben hagyták. Az Isten verte tétel teljesen logikus volt. A maga perverz módján helyesnek érezte. Megértette a lényegét. Tudta, miért igaz. Hitt benne. 7b. Karl elmosolyodott, amikor visszaemlékezett René születésnapjára. Elképesztő vagy, honnan tudtad? A nő egy pulóverrel a kezében leszaladt a lépcsőn. Egy évvel korábban Skóciába mentek nyaralni, és az egyik edinburghi üzletben René hosszasan szemezett egy pulóverrel, amelyet végül nem vett meg magának. Karl postán megrendelte, majd a születésnapjára virrató reggel eldugta René ruhás szekrényében, hogy a felesége megtalálhassa. Olyan vagy, mint egy nyitott könyv, ugratta Karl. Mindketten tudták, hogy ez nem igaz, de Karl szerette hangoztatni. Azóta 2 hónap telt el. 2 kurta hónap. Most odáig fajult a helyzet, hogy radikális változásra volt szükség. Karl átment René dolgozószobájába, aki a székében gubbasztva kifelé bámult az ablakon. Találd ki, mit intéztem magunknak! René felpillantott. Mit? Szobát foglaltam a hétvégére, lakosztályt a Biltmore-ban.
Kieresztjük a fáradt gőzt, semmit tevéssel töltjük az időt. Hagyd abba, kérlek, mondta René. Tudom, hogy mit akarsz ezzel elérni, Carl. Közös programot szervezel, valami kellemeset, hogy eltereld a gondolataimat a formális levezetésemről. Nem fog menni. Neked fogalmad sincs, hogy ez mennyire a markában tart. Gyere, állj fel! Carl megfogta a kezét, hogy felhúzza a székről, de René kitépte magát a szorításából. Carl egy darabig csak áldogált, aztán René hirtelen szembefordult vele, és a szemébe fúrta a tekintetét. Képzeld, már majdnem ott tartok, hogy nyugtatót szedek be. Néha azt kívánom, bár együgyű lehetnék, akkor nem járna folyton az agyam. Carl hátraőkölt. Óvatosan folytatta, mint aki ingoványos talajra tévedt. Miért nem próbálsz meg legalább pár napra kiszagadni a megszokott környezetből? Ártani nem árthat. Talán tényleg megfeledkeznél a gondjaidról. Ez nem olyasmi, amiről meg tudnék feledkezni. Ezt te úgysem értheted. Magyarázd el! René kifújta a levegőt, és egy pillanatra hátat fordított neki. Olyan, mintha az egész világ a képenbe ordítaná az ellentmondást, közölte némi gondolkodás után. Éjjel-nappal számokat vetek össze. Carl Neiman hallgatott. Kisvártatva, villámcsapásként érte a felismerés. Te is úgy jártál, mint a klasszikus fizika képviselői, akik először szembesültek a kvantummechanikával. Túlhaladottá vált az elmélet, amelyben eddig hittél, és annak, ami a helyébe lépett, nincs semmi értelme, a tapasztalatok mégis alátámasztják. Nem. Ez teljesen más. René enyhen megvetéssel vetett el a párhuzamot. A tételem a priori következtetés. Tapasztalati megerősítés nélkül is helytálló. Jó, akkor nem a tapasztalat, hanem az érvelésed támasztja alá. Mi a különbség? Uram Isten, ugye csak viccelsz? A különbség az, hogy nem tudom megmérni, egyezik-e az egy és a kettő, hanem csak az intuíciómra hagyatkozhatok. A fejemben összemosódnak a különálló mennyiségek, képtelen vagyok szétválasztani őket. Ezt nem mondhatod komolyan, vélte Carl. Egy ember sem élhet át ilyesmit, ez olyan, mintha reggeli előtt hat valóságtól elrugaszkodott dologban hinnél egyszerre. Honnan tudod, hogy mit élek át? Én csak próbálom megérteni. Kár a kőzért. Carl elveszítette a türelmét. Ahogy akarod. Magára hagyta Renét, és törölte a szobafoglalást. Ezután alig szóltak egymáshoz. Csak akkor beszéltek, ha nagyon muszáj volt. Három nappal később Carl otthon felejtette az előadáshoz szükséges diákat, ezért visszafordult, hazavezetett, és megtalálta a búcsúüzenetet az asztalon. Carl a következő pillanatokban két dologra érzett rá ösztönösen. Az első intuíciója akkor támadt, amikor végigrohant a házban, és közben találgatta, vajon René szerzette magának valamilyen ciántartalmú készítményt a kémiai intézetből, ekkor vált világossá előtte, hogy mivel nem érthette meg, mi sarkalta Renét egy ilyen elkeseredett lépésre, nem tudta sajnálni, sem együtt érezni vele. A második sejtelem akkor fogant a fejében, amikor a hálószoba ajtaján dörömbölt, és kiabálva szólongatta a szobába zárkózott asszonyt. Déjà vu érzés kerítette hatalmába. Se előtte, se utána nem tűnt ismerősnek a helyzet, ott és akkor viszont groteszk módon felcserélődtek a szerepek. Emlékezett rá, hogy annak idején ő volt a kulcsra zárt ajtó túloldalán, egy épület tetején, és hallotta, ahogy az egyik barátja az ajtón dörömböl, és kiabálva kérleli, hogy ne ugorjon le. És most lám, ott állt a hálószoba ajtaja előtt, és hallotta, ahogy a nő odabent zokog. A padlón fekve megbénítja a szégyen, pontosan úgy, ahogy őt is megdermesztette, amikor az ajtó túloldalán eldobni készült az életét. 8. Gilbert egyszer így fogalmazott. Ha a matematikai gondolkodás tökéletlen, akkor hol találjunk igazságot és bizonyosságot? 8a. Vajon egész hátralévő életére rányomja majd bélyegét az öngyilkossági kísérlet? Tűnődött René. Takaros tócba rendezte a papírokat az asztalán. Ezen túl vajon az emberek akarva akaratlan, tudatosan vagy tudat alatt könnyelműnek vagy labilisnak fogják tekinteni? Soha nem firtatta, hogy annak idején Carl szorongott-e hasonló gondolatok miatt, talán mert egyszer sem hánytorgatta fel a férfi öngyilkossági kísérletét. Elvégre sok-sok éve történt, és aki csak ismerte, mindig láthatta rajta, hogy teljesen felépült. René ugyanezt már nem mondhatta el magáról. Egyelőre képtelen lett volna összefüggő mondatokban matematikáról beszélni, és egyáltalán nem volt biztos benne, hogy ez valaha megváltozik-e majd. Ha a munkatársai ilyen állapotban látnák, azt mondanák, berosdásodott.
Miután rendet rakott az íróasztalán, René kivonult a dolgozószobából, és átsétált a nappaliba. Ha majd a formális levezetése széles körben is ismerté válik a tudományos berkekben, a matematika legalapvetőbb szabályai óhatatlanul alapos felülvizsgálatra fognak szorulni, ám ebben kevesen fognak oly mértékbe belerokkanni, mint ahogyan ő. A legtöbben úgy fognak viszonyulni, mint Fabrizi. Lépésről lépésre, mechanikusan visszakövetik a bizonyítást, tudomásul veszik, hogy igazat állít, és utána nem foglalkoznak vele többet. Csak azokat fogja érzékenyen érinteni a felfedezése, akik hozzá hasonlóan valóban képesek felfogni, intuitív módon átlátni a bizonyításban rejlő ellentmondást. Callahan is közéjük tartozott. René kíváncsi lett volna, hogyan birkózik meg vele, ahogy telnek múlnak a napok. René végighúzta az ujját egy kacskaringós mintán a dohányzóasztal tetején megülepedett porban. Régebben unaloműzőként eljátszott volna azzal, hogy paramétereire bontja a görbét, megvizsgálja némelyik tulajdonságát. Most azonban úgy érezte, csak az idejét vesztegetné vele. A képzelete csődöt mondott. Mindig is osztotta azok véleményét, akik szerint a matematika nem a világegyetem törvényszerűségeitől nyert értelmet, hanem pont fordítva értelmet adott a világegyetemnek. A fizikai entitások között nem lehetett különbséget tenni a jelentőségük szempontjából, nem lehetett összehasonlítani őket. Olyanok voltak, amilyenek. Egyszerűen csak léteztek. A matematika ettől teljesen független módon dolgozott, és voltak éppen szemantikai jelentéssel ruházta fel, kategorizálta, összekapcsolta a fizikai entitásokat. Nem írta le a belső természetüket, pusztán egy lehetséges értelmezési keretet nyújtott hozzájuk. Ennek lőttek. Amennyiben leválasztották a fizikai valóságról, a matematika egyszeriben következetlenné vált, márpedig egy formális elmélet törvényszerűen megszűnik annak lenni a benne rejlő ellentmondásoktól. A matematikából így egyszerű tapasztalati tudomány lett, s mint ilyen, többé nem tartott számot René érdeklődésére. Most mihez kezdjen? Renének eszébe jutott, hogy az egyik ismerőse feladta a tudományos munkát, és bőrdíszművesként folytatta a pályafutását. Bele fog telni némi időbe, mire rendbe teszi az életét. És Carl mindvégig épp ebben próbált segítséget nyújtani. 8B. Carl baráti körében volt két nő, akik legjobb barátokként tekintettek egymásra, Marlene és Anne. De néhány éve, amikor Marlene öngyilkos gondolatokat forgatott a fejében, mégsem Annehez fordult segítségért, hanem Carlt kereste meg. Több éjszakát átvirasztottak, néha beszélgettek, máskor csak együtt hallgattak. Carl tudta, hogy Anne ezek után hangyányi féltékenységet táplált iránta, mert Marlene vele osztotta meg a gondjait, és ott motoszkált benne a kérdés, hogy barátnője miért nem őt választotta, miért nem őt engedte közel magához. A válasz egyszerű volt. Az egyikük szimpátiával viszonyult hozzá, a másik empátiával. Carl nem egy embernek nyújtott élete során hasonló körülmények között vígaszt. Természetesen örült, ha segíthetett, de nem csak erről volt szó. Helyén valónak tűnt, hogy ezúttal ő van a másik oldalon, és ő játssza el a támogató szerepét. Így aztán jó oka volt feltételezni, hogy az együttérzés vele született tulajdonsága egészen mostanáig. Óriási fontosságot tulajdonított neki. Úgy érezte, sok mindent lehet rá mondani, de azt nem, hogy ne lenne együttérző. Most viszont olyan falba ütközött, amilyenbe még soha, és jól bevált ösztönei rendre cserben hagyták. Ha valaki René születésnapján azt mondta volna, hogy két hónap múlva így fog érezni, kapásból elvetette volna a lehetőséget. Hosszú évek alatt persze sok minden megtörténhet, Carl tudta, milyen könyörtelen az idő. Na de hogy két hónap alatt? Ki van zárva? 6 évnyi házasság után kiszeretett a feleségéből. Carl undorodott magától, de a keserű igazság az volt, hogy René megváltozott, és ezt az új Renét ő egyszerűen nem ismerte, még azt sem tudta, hogyan szeresse. René intellektusa és érzelmi világa szorosan összefonódott, tehát Carlnak az utóbbi is elérhetetlenné vált. Az első gondolata persze rögtön az volt, hogy nem szabad ilyen szigorúnak lennie magával szemben, hiszen senkitől nem lehet elvárni, hogy a végsőkig kitartson egy válsághelyzetben. Ha egy ember feleségéről váratlanul kiderül, hogy mentális zavarban szenved, és a férfi elhagyja, az nem szép dolog ugyan, hanem mégiscsak bocsánatos bűn. Aki kitart, annak bele kell törődnie, hogy gyökeresen megváltozik a kapcsolatuk, és ezzel nem mindenki képes megbirkózni. Carl nem kárhoztatott senkit a döntéséért.
A ki nem mondott kérdés persze mindig ott lógott a levegőben. Mit tennék én a helyükben? A válasz pedig így hangzott. Kitartanék mellette. Álszent disznó. Az egészben a legrosszabb, hogy egyszer ő maga is megjárta a poklot. A szenvedés hullámai összecsaptak a feje fölött, próbára tette a környezetek tűrőképességét, és volt valaki, aki átsegítette a holdponton. Elkerülhetetlennek tetszett, hogy elhagyja Rönét, de tudta, hogy ezt a bűnt soha nem fogja megbocsátani magának. 9. Albert Einstein egyszer azt mondta, amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem bizonyosak. Amennyiben viszont bizonyosak, úgy nem a valóságra vonatkoznak. 9A egyenlő 9B. Karl a konyhában éppen zöld borsót fejtett a hüvelyéből a vacsorához, amikor René megjelent az ajtóban. Beszélhetnénk egy kicsit? Persze. Letelepedtek az asztalhoz. René szándékolt nem törődömséggel nézett ki az ablakon, mindig így viselkedett, mielőtt komoly beszélgetést kezdeményezett volna. Karl nem akarta hallani, amit a felesége mondani készül. Úgy tervezte, hogy még vár néhány hónapot, míg René teljesen felépül, és csak utána közli vele, hogy elhagyja. Most még túl korai lett volna. Tudom, hogy nem volt mindig magától értetődő. Ne mondd ki. Fohászkodott Karl. Kérlek. Csak ezt ne. De borzasztóan hálás vagyok azért, amit értem teszel. Karl megsemmisülve szorította össze a szemhéját, de René szerencsére még mindig kifelé nézett az ablakon. Ez rettenetesen nehéz lesz. A nő folytatta. Olyan gondolatok kavarognak a fejemben. A szavakat kereste. Soha még csak elképzelni sem tudtam hasonlót. Ha a közönséges depresszió valamelyik fajtája ütött volna be, azt megértetted volna. Megbírkoztunk volna vele. Tudom jól. Karl bólintott. Ám ami velem történt, azt valahogy úgy tudnám megfogalmazni, mintha egy teológus bebizonyítaná, hogy Isten nem létezik. Nem a legbelső félelmeit vallja be, hanem minden kétséget kizáróan tudja. Van ennek bármi értelme? Van. Nem tudom szavakba önteni az érzést. Milyen feltétel nélkül hiszek benne, tudom róla, hogy nem lehet igaz, és én voltam az, aki bebizonyította, hogy mégis így van. Karl szólásra nyitotta az ajkát, hogy megnyugtassa, pontosan tudja, mire gondol, és át tudja érezni a gyötrelmét. De végül lakatot tett a szájára, hiszen ez az empátia ezúttal inkább elválasztotta, mintsem összekötötte őket. Ezt pedig nem árulhatta el neki. Oké, tehát akkor kezdődjön az elemzés része, és akkor megint szerintem az első kérdés az jó, hogyha indulunk, ahonnan szoktunk, hogy számotokra így mi volt a fő, ami megragadott ebben a műben, vagy igen, tényleg mi volt az, ami a leginkább így, hogyha visszaidézitek a művet, ez így az emlékeitekbe jön, hogy így ami a legfontosabb volt nektek belőle, akár egy kisebb részlet, akár egy párbeszéd, akármi. Én azt hiszem, hogy nekem a párosnak a dinamikája volt nagyon-nagyon izgalmas, és külön szép volt, hogy az egyik egy matematikus volt, ugye a főszereplő karakterünk, aki abszolút egy ilyen a világ mellé rendel egy abstrakciót, és hogy így kitalál olyan dolgokat, amik így persze illeszkednek a világra, de hogy így teljesen az abstrakcióban léteznek, míg a másik karakterünk egy biológus volt, aki így megfigyeli a világot, és ezt próbálja meg minél pontosabban leírni, és a kettőnek az ellentéte, és ráadásul ők még abban is ellentétesek voltak, hogy az egyik ugye a ráció volt, a másik az érzelmek, és hogy ők mennyire távolról indulnak egymáshoz, és hogy mégis egy idő után így hát közelítenek, majd pedig így elérik egymást, és külön izgalmas volt, amikor megláttam, hogy itt van egy A, egy B, és azt hiszem, hogy ennél ilyen Alex kompatibilisabb novella szerkezet így nem létezhet, azt hiszem. Amit én kiemelnék ezzel kapcsolatban, az a matematikához való viszonya a főszereplőnknek, vagy hát az egyik főszereplőnknek, meg hogy az ezzel kapcsolatos világszemlélet, hogy egy tudós ember, de ez akár mondható a biológust is, de hogy egy tudós embernek vannak ilyen fix pontjai az életben, hogy az a dolog, amit ő kutat, annak vannak megkérdőjelezhetetlen alapvetései. És ha egyszer találkozik egy ellentmondással, ami ezt az alapvetést megkérdőjelezi, akkor nem csak a saját tudomány területébe vetett hite inokhat meg, hanem így a világ értelmébe vetett
általános hite is meginokhat, és így nem volt csoda, hogy így összeomlott a főszereplő, és ez szerintem olyan, olyan szép is egyszerre, meg olyan szomorú is, hogy valakiknek a tudomány ilyen sok mindent jelent, és hogy mennyire rá tudnak építeni egy egész életet. Uh-huh. Igen, főleg, hogy érdekes, hogy így a karakter, aki a nő volt, a matematikus nő, hogy így le van írva, hogy így onnan indult el, hogy látta a csempéket a földön, és akkor, hogy, az, hogy annak a egyre nagyobb, hogy az egy csempé, aztán a 2x2 az 3 csempével több, mint az egy, aztán a következő az 5 csempével, tehát egy ilyen prim sorozat következik, vagy így legalábbis nem is prim, hanem olyan ilyen páratlan sorozat, de hogy ebben benne van aztán a hatvány sorozat, vagy hogy a négyzetösszegek hogyan növekednek, szóval elképesztően érdekes. És nekem azt tetszik ebben, hogy így a matematika az tényleg egy ilyen nagyon absztrakt tudomány, ahogy te is, Ákos, mondtad, de hogy ennek a nőnek az intuíciójába így teljesen beépült, és hogy számára a világ jelentette valójában a matematikát, vagyis hogy így ő nem tudta ezt külön tekinteni soha. És hogy nekem ez nagyon érdekes. Én egyszer hallottam, mi ugye kutattunk korábban így metaforákkal kapcsolatos agyműködéseket, és akkor ennek kapcsán volt egy ilyen meeting, vagy egy ilyen előadás, ahol hallottam ilyen filozófusokat így arról beszélni, hogy egyébként a matematikusok azok ilyen nagyon specifikus metaforákat használnak, ami pont abból adódik, hogy ők ilyen nagyon absztrakt dolgokat próbálnak megvizsgálni, de hogy valahogy le kell horgonyozzák így a valósághoz, és hogy például nem tudom, egy ilyen vannak ilyen mondások, hogy azt hiszem, hogyha egy függvény vagy egy számsor az így nagyon forró, akkor az így egy matematikusnak az elég sokat mond, nekem semmit, vagy így nem tudom, hogy ez egy forró, de hogy valami, hogy egy elvileg ez, hogyha egy matematikus körben elhangzik, akkor annak úgy értelme van. Vagy például egy másik ilyen, az egy klasszikusabb példa, ez egy ilyen dokumentált példa, hogy amikor valaki kvarkokról beszél, akkor igazából ilyen ízek analógiája mentén beszél róla, mert hogy az is ilyen furcsa, keveredő természete van, és hogy nekem ez ilyen nagyon érdekes, ilyen alapból nekem nagyon érdekes az, hogy a nyelv mondjuk hogyan alakítja a gondolkodást, de hát az is, hogy hogyan lehet úgy gondolkodni valami nagyon absztraktról, hogy nem tudod lehorgonyozni így konkrétan, de valahogy mégis meg kell próbálnod, és akkor ezekhez nyúlsz igazából. Úgyhogy számomra ez érdekes mindenképp. Én az biztos, hogy egy elképesztő elhívás kell, vagy nekem valahogy pont emiatt kicsit ilyen félelmetessé vált most egy ilyen kutatói pálya. Tehát milyen lehet az, aki főleg így matekban, hogy valaki mondjuk 10 évet rááldoz arra, hogy megoldjon egy problémát, és mondjuk így a végén kiderül, hogy ez nem sikerült, és akkor így elment erre az életének mondjuk egy x%-a, vagy itt, hogy valaki feltesz valamire egy teljes életet, és így közben rájön, hogy valójában így nem érte meg. Ez kicsit olyan lehet, mintha valaki így elmegy így szerzetesnek, és az életpályája egy pontján így elveszíti a hitét, vagy valahogy így bebizonyosodik számára, hogy amiért dolgozott az így nem volt érvényes. Csak én azt képzelem, hogy szerintem a tudósok, vagy az ilyen nagyon high level tudósok, azok inkább nem is a sikerélményért, hanem így lárpullárt csinálják ezt a tudomány. Szóval ők már az, hogy foglalkoznak vele, ennek van egy ilyen, hát ilyen művészeti, meg nem tudom milyen értéke is sász maguk számára, szóval hogyha nem igazolja semmi se vissza azt, hogy az ő gondolatuk helyes, szerintem ők akkor is élvezték szerintem azt a 10 évet, amit a tudománnyal töltöttek. Vagy én legalábbis szerintem szerintem a nagyon magas szinten ez van. Jó, hát nyilván van az a szint, amikor valamivel igazolni akarod, és a sikerek hajtanak, hogy akkor tudtál valamit produkálni, és akkor van egy kis exhibicionizmus benned, de hát ezt is adáson kívül meséltem, nem tudom, hogy hívják a csávot, de majd szerintem még itt a felvétel alatt utána fogok nézni, hogy van valami Oroszországban, azt hiszem egy ilyen matematikus fasz, aki az egyik ilyen bizonyítást megoldotta így a még fennálló kérdésesek közül, és hát itt azt kell tudni, hogy a matematikában az ilyen bizonyításokért elég nagy összegeket fizetnek, amik még így nincsenek bizonyítva, és hát itt ilyen lottószintű díjról van szó, és hát az ember egy ilyen panelház valakik az anyjával, így kb. Senkinek nem nyit ajtót, és el sem ment fölvenni a pénzt, mert őt ennyire nem érdekli ez az egész, és még csak interjúkat se ad ezzel kapcsolatban, hanem őt gondolom maga a probléma foglalkoztatta, szóval ezt szerintem egészen elképesztő, hogy emberek mennyire bele tudnak
helyezkedni a tudományba, és mennyire azt tudják tenni a gondolkodásuk középpontjává, és nem foglalkoznak a hazajáró dicsőséggel, meg egyéb pozitív javakkal. Szóval ez a magáért a tudományért való cselekedet számomra nagyon imponáló. Uh-huh. Ugyanakkor itt most eszembe jut az első novella, hogy ő egy ilyen nagyon hiányzott az exhibicionizmus, akár az egészséges exhibicionizmus, mint hogy lehet, hogy nem átvenni a pénzdíjat, az már pont olyan, mint a kimenni a lakásodból az első novellában. Na, szerintem az közel, miért, hogy kitúrnak a lakásodból, hát de, vagy az, hogy nem veszed át a pénzdíjat, így is mindenki, így is tudják a nevét, szóval. De most mondjuk gondolsz az anyjára, vagy ha mondjuk lesz mondjuk egy... Tényleg az anya levél és az anyával lakni a panelban az egész. Ez is igaz, de én nem is erre gondoltam, hanem mondjuk, hogy mondjuk így megkérdezte az anyját, hogy neked nem kéne az a pénz. Vagy érted? Tehát, hogy így nem átvenni a pénzt, még hogyha nem is csak magadra gondolsz, az egy kicsit ilyen... Szóval nekem ilyen... Nekem ebben jön ez a karakter. Aha, egy ilyen furcsaság. Igen. Igen, és hogyan viszonyultok a nőnek a nihilizmusához? Tehát... titeket ez mennyire tudtátok átérezni ennek a súlyát? Igen, tehát nagyon érdekes, mert ugye te azt mondtad, hogy rossz lehet, hogy feltesz egy életet, és aztán valami nem jön ki, mondjuk, de hogy neki kijött, és ez a legrosszabb, hogy ő valami olyat talált, ami... Szóval egy nagyon-nagyon jó példa, hogy ő egy olyan teológus volt, aki véletlenül bebizonyította, hogy nincs Isten. Igen. És hogy így te jóságoség. Tehát, hogy valami teljesen más irányba indult el, és... Igen. Tehát nekem eszembe jut a Pandora szelencéje mítosz, vagy toposz, hogy ez tényleg, tehát kinyílt valami, amit már nem lehet visszacsukni. Tehát ha ezt már tudod a matematikáról, ez az azt jelenti gyakorlatilag, ami a műben is kiderül, hogy a műben is idézi a Gödel tételét, ami ez a határozatlansági tétel, vagy ez a nem bizonyíthatósági tétel, ez a mérőnek van erről egy tök jó publicisztikája, majd azt be fogom linkelni még, amikor a Narancsnak írt, és hogy ez ugye azt jelenti, hogy a rendszer az úgy működik, minden egyes rendszer, amit meg lehet konstruálni, hogy kell tartalmazzon legalább egy vagy két olyan kérdést, amire nem tudod a rendszeren belül bebizonyítani, vagy nem tudod egyértelműen bizonyítani, vagy cáfolni. És hogy igazából itt nem is az a probléma, hogy most ő kiderítette, hogy az egy egyenlő nulla, hanem hogy egy olyan tételt bizonyított, amit nem szabadott volna bizonyítani, mert a rendszernek ennyi titokzatossága kell legyen ahhoz, hogy konzisztens maradjon. És hogy ilyen szempontból például a mérő cikkben is ez van leírva, hogy a Gödel, aki erről írt, és akinek volt ez a tétele, ő mondta is, hogyha akarjuk ezt ilyen nagyon liberálisan érteni, akkor valójában ez egy Isten bizonyíték. Mert hogy ez azt jelenti, hogy a mi világi rendszerünknek is kell legyen egy olyan központi kérdés, ami megoldhatatlan a mi gondolkodási sémáinkon belül, és hogy ez maga az Isten. És hogy ez egyébként egy ilyen, szóval ez egy tök érdekes dolog, és hogy ennél már szerintem egészen rálátható a nihilizmus, vagy hogy miért következik ebből a nihilizmus, hogyha megfejted azt a kérdést, ami a központi kérdés, és nem szabadna megfejteni, hát akkor igazából az egész emberséged, vagy az emberi gondolkodás lett halálra ítélve. Igen, és ami nagyon izgalmas még itt, hogy itt felmerül az a kérdés, szerintem párbekezdés elejéig, hogy mi lenne, hogyha erről nem vennénk tudomást. Tehát, hogy erre én most így rájöttem, és hogy így megpróbálnánk ezt így elfelejteni. Tehát, hogy így nem publikálnánk, menjen úgy, tehát igazából a matek az így működik valamennyire, tehát, hogy ez nekem nagyon hozza egyébként így a Isten és egyház problémája. Tehát kiderül, hogy így nincs Isten, hogy az egyház már felépült, így nem tudom, elzötyögött vele a világ, vagy nem tudom, és akkor így tegyünk úgy, mintha így minden rendben lenne, de maga az, aki így átlátott a szférákon, vagy hogy aki így belátta ezt az egész dolgot, az már nem tud szabadulni. Tehát kicsit olyan érzés lehet, csak hogy egy régi beszélgetéshez kössem át a dolgot, mint amikor a Kira megérinti a listát, és hogy igazából ő már így kizuhan ebből az egész létezésből. Persze itt most csak így a matekon belül vagyunk, tehát hogy mivel ennek az embernek a matematika volt az élete, és ugye, amit Alex is említett, az így abba csúcsosodik ki, hogy ő már olyan dolgokról álmodik, hogy az élet és a halál egyenlő, és akkor ugye el lehet vinni oda, hogy nem tudom, az asztal egyenlő, a székkel, az egyenlő, a könyvekkel, tehát minden egyenlő mindennel, egy teljes téboly, ami ez hát így eluralkodhat a nőn így a későbbiekben. Közben amúgy megtaláltam, hogy 2010-es index cikk, szóval a részleteket itt nem írják, hogy az anyával, akik én úgy tudom, hogy igen. Mert már hozzáköltöttem. Jó, de hát majd mindjárt mondom, hogy az anya mit nyilatkozott, szóval azért akkor tudja, hogy vele, nem ez alapján. Ez úgy hívják, hogy Grigori
Perlman, vagy Perlman, nem tudom, hogy ezt hogy kéne, mert olyan oroszos, hát ugye orosz, szóval nem tudom, hogy ezt hogy ejtik ebben a szempontból, de hogy ugye nem vette át a pénzdíjat, amit a Matematika Kutatóintézet így nem akar elfogadni, így megpróbálják elküldeni neki csekken, de hogy így már akkor már több egyére nem vette, és nem vette át, nem akarja átvenni a Nobel-díjat se. Szóval azt mondja, annyit üzent, hogy őt hagyják békén, azt mondja, ha a bizonyítás helyes, akkor nincs szükség külön elismerésre. Fú, ez, hát igen. Azt mondja, hogy sem a munkámban, sem a személyében nincs semmi érdekes, én csak tudom, ha azt mondom, hogy azok, akik ezt a felhajtást csinálják, nem a barátaim. Jó, az érdemes, nagyon sok minden más is benne van. Édesanyja azt nyilatkozta, hogy Grisa szereti a zenét, meg a kását és a rántottát. És nem szeret emberekkel érintkezni. Szerinted kivel lakik? Hát igen, igen. Vagy egy kása készítő mester rá vagy. Vagy az anya a kása készítő. A matematikus megkapta az évezred díját, és azt mondta, hogy az se érdekli, mert... azt mondja, hogy megvan mindenem, ami kell. Egy kása irántotta is. És ez egy újságírónak nyilatkozta a zárt lakásajtón keresztül. Jó, igen, itt azért ez nagyon sok diszfunkció hang. Jó, igen. Hát ezért itt van valami baj. Jó, van valami baj, igen. De igen, másfél meg csak még így a pénzdíjra, hogy érted, így átveszed, és akkor nem tudom, három kattintással elutalod egy alapítványnak, vagy így nem tudom, így átdobod akár anyukádnak, hogy így többet ne kelljen a kásán aggódni, érted? Igen, igen, ez zavar engem is. Biztos annyi pénze van, ami ez így... Aha, meg lehet az is, hogy ő azt érzi, hogyha ő belemenne ebbe, akkor mint hogy a tart... Tehát egy kicsit ezt, hogyha így átkonvertálom, akkor mint hogyha nem tudom, egy művész lenne, uh-huh. amit egy bizonyos ilyen széna megpróbál most ilyen díjakkal így betagozni, uh-huh. és hogy ő lehet, hogy utálja a matematikusokat, mint közeget, és uh-huh. hogy így nem akar semmilyen szinten... közösséget vállalni velük, és azt mondja, hogy ő, de azért az évezred díj. Tehát, hogy érted, kapsz egy olyan díjat, ami így téged az évezredre azért így elrak. Azért... Tehát jó bennem, lehet, hogy így az átlagosnál több exhibicionizmus van, de azért ezt azért csak elfogadnám. Persze. Bennünk azért van. Igen, ja. Igen, mert hogy gondolom, ő nem csinált volna podcasteket, hogyha... Valószínűleg nem csinált matek podcastet. Így az ajtón keresztül nyilatkozó. Ugye elképzelem, hogy... Azért valamennyi látod, benne is volt, mert nyilatkozott. Hát én ezt úgy képzelem, hogy ilyen 15 napon még folyamatosan dörömböltek az ajtaján, hogy legalább három mondatot mondjon, és ennyit sikerült kiszedni. Igen. Kemény, de egyébként ez is durva, hogy amúgy ezt már beszélgetésen kívül előttem ezt a hasonlatot, de tényleg ilyen, mint az FBI-nak van a Top Most Wanted listája, és hogy konkrétan így van kilistázva, hogy miket nem sikerült még bebizonyítani, ilyen sejtéseket, vagy tételeket. Kíváncsi, hogy a sejtése is, mi volt? Hogy ezek, aha, most már elmondhatod, mert addig én meg megosztok még egy ilyen kis anekdotát, ha már itt belementünk a matematikába. De... Az nem, hogy Poincaré sejtés. Ó, Poincaré. Te vagy franciás. Poincaré, igen. Tehát ez a, igen. De egyébként hasonló volumenű ez az ABC sejtés, ez pedig valami olyasmi, hogy két relatív prim, tehát olyan szám, amelyiknek nincs más közös osztójuk, csak az egy, és igen, két ilyen szám, hogyha őket összeadod, akkor az egy olyan számot ad ki, ami a másik két számnak az összes prim tényezőjének a szorzatánál nagyobb. De hogy ez egy ilyen bonyolult dolog, de hogy elvileg végtelen ilyen szám van, és ezt viszont bebizonyítani nem könnyű, mert hogy ehhez tehát nyilván elkezdheted vizsgálni mondjuk 1-től 10 millióig, és hogyha még mindig találsz, akkor azt mondhatod, hogy lehet, hogy végtelen van, de menjünk tovább, és mi van, hogyha mondjuk már a óriási hatványszámoknál már nincs több, tehát véges, ezt nem tudhatjuk, úgyhogy ez egy sejtés, és akkor erre kell bizonyítást írni, és hát ez sikerült elvileg. Ma még mindig sejtés az ABC sejtés, de elvileg már bizonyítva van, csak senki nem tud róla, vagy senki nem tudja, hogy, mert egy 2012-ben valami Shinji nevű, csak a keresztnevét jegyeztem meg, matematikus, ezt 500 oldalas tanulmányban bebizonyította japánul, és hát az öreg Shinji nem tud annyira angolul, hogy ezt bárkinek is elmondhassa. Tehát a matematikus közösség nem érti, nem tudják elolvasni. Megpróbáltak felkérni egy professzionális tolmácsot, nem tudta lefordítani, mert olyan képletek, meg ötletek, meg összefüggések voltak, amit nem lehet átfordítani.
ezért konkrétan most ott ül egyedül ezen az ABC sejtés 500 oldalas bizonyításán, és csak ő tudja, hogy ez bizonyítva van. Tudod, milyen érzésem van, hogyha már így a Te Chiangnál vagyok, vagy Te Ching-Chang, de mindegy. Hát ez mint az érkezésben, hogy így nem beszélik azt a nyelvet, pedig ott van a tudás. Abszolút, abszolút, igen. És ez nagyon hasonló egyébként, és a Chang amúgy ezt nagyon szereti. Tehát, hogy az érkezésben ugye a nyelvvel volt ez, de itt meg most egy a matekkal, mint formális gondolkodással van az, hogy mi van, hogyha a matek volt egy olyan szintre elviszett, hogy már az egész élet nézeted, vagy az életre való ránézést változtatja meg. És hát ilyen szabadban igen, ez nagyon izgalmas. Ő egyébként matematikus, vagy valamilyen... Ő ezért tanult ilyen computer science, ez a számítógép tudomány, de ez ennek, hát ez Magyarországon nem tudom, hogy fordítják, de ezt a computer science-nek ismert nagyon, és ő ilyenekkel foglalkozott, ilyen rendszerek optimalizálása, stb. Nem az és... a programtervező informatikus. Hát, én ebben nem vagyok biztos. Mindegy. De a lényeg az, hogy ő már viszont gimiben írogatott így sztorikat, és küldte őket ilyen izékhez, skifi lapokhoz, mint nálunk a Galaktika, és akkor egyszer csak így berobbant, és részt vett valami ilyen írói workshopon, és ott megismert egy csomó írót, és akkor így egészen hype-olva lett így sokak által, és hogy ő így, és onnantól kezdve pedig ő igazából, amit most csinál, az ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen tudományos közvetítő, tehát hogy ilyen tudományos eredményeket ilyen érthetően megfogalmaz. Ebben biztosan nagyon jó. És ebben egész biztosan, igen, mert hiszen ez a novella is kb. Ezt csinálja. És hogy ő tényleg emiatt nagyon sok tudós ismerőse van, és hogy emiatt így nagyon vágja. De tényleg, hogyha bármelyik novelláját olvasod, és akkor ezt a nézők, vagy a hallgatóknak is olvashatok tetszeg novellákat, akkor az jön ki, hogy ő így nagyon vágja ezt a tudós társadalmat, meg hogy így mik ott a működések. És egyébként ebben a műben is van utalás, amikor így a biológus pasi így gondolkozik, hogy mi baj lehet a nőnek. Tehát nem csak az, hogy már 30-on túl van, és még nem volt meg az a nagy felfedezés, ami egyébként már ilyenkor meg szokott lenni, és hogy ez is ilyen tipikus, hát ilyen tudós közegnek az ilyen elvárásaira reflektál meg, hogy ki, hogy mi. Na, nagy felfedezések, akkor lehet azt mondani, hogy úgy alakulnak, mint mondjuk a sportolóknak a csúcsformája, hogy 30-as években vagy ellövöd, vagy utána már... Szerintem igen, én így hiszem, igen. Hiszen beszéljünk a férfiról egy kicsit még, ő egy izgalmas karakter. Egyrészt nem lehet könnyű egy zsenivel együtt élni, végig azt éreztem, hogy neki van egy kisebbségi érzése így a nővel szemben, de lehet, hogy ez az én kisebbségi érzésem volt. Nekem annyira meg volt ez az érzés, hogy az elején le se esett, hogy ők együtt vannak, csak amikor leírták, hogy amúgy a felesége. Igen, nekem fura, én végig azt vártam, hogy egyszer így a női rendesen leolt, és hogy amúgy fogalmat, hogy te így hozzám képest így semmi, és hát ez nem annyira, szerintem viszonylag jó arc volt vele a nő, vagy így azt gondolom, hogy ilyen ennél még házsártusabbnak képzelek el egy átlag zsenit, viszont ami a végén történik, azt szerintem nagyon izgalmas, mert nyilván nekem, mint pszichológusnak nagyon fontos, az empátia, meg nem tudom, szóval, hogy így tudtam azonosulni azzal, hogy valaki ezt egy ilyen értékként fogja fel, és hogy az ilyen érzésvilágát, meg hogy így arra flexel úgymond, hogy van egy barátja, aki öngyilkos akart lenni, és ő nem a legjobb barátját kereste fel, hanem őt, és hogy ő ebből származtatja az önbecsülését. Ez azért egy létező dolog szerintem így az emberek körében, hogy ő a kis megmentő, vagy nem is tudom. Mm-hmm. És ott a végén mégsem akarja megmenteni ezt a nőt, és ez egészen különös volt számomra, hogy az empátia pont, hogy elválasztja őket, és nem összeköti, ugye ezzel is hangzik, mint mondat. És hát egy nagyon-nagyon, sokáig aztán nem is értettem, hogy ez így pontosan mit akar jelenteni az ő részükről. Igen, nekem ugye, én gondolok egy megfejtésre, vagy én azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy ugye az a lényeg, hogy végigmegy az 1A, 1B, 2A, 2B, és hogy az A az a nőnek az együtthatója, tehát hogy kétszer, ha beszorzod az A-t, akkor a nőt kapod meg épp abban a fejezetben, ha meg a B-t szorzod be, akkor meg a pasit, de hogy ez a két dolog nem lehet egyenlő, de a végén mégis egyenlővé válik, mert hogy igazából az én értelmezésemben ők mindketten ugyanoda jutottak el, hogy valami, ami a világképüknek az alapját adta, az így megbomlott, és akkor a nőnek ez ugye a matematika, azáltal, hogy bizonyított valamit, és a csávónak pedig szerintem az én képe, vagy ez így az ön megfogalmazása, mert hogy ő azt hitte, hogy egy ilyen helyzetben ott tudna maradni egy olyan nő mellett, aki az ő felesége, és hogy igazából nem volt erre képes, és én arra gondolok, hogy itt az empátia pont ezt jelenti, hogy igazából ő most milyen együtt él ez a nővel, mert hogy vele is ez történik éppen, de hogy ez pont, hogy csak azt jelenti, hogy ő már nem tud vele
együtt élni, vagy valami ilyesmi. Igen, és tényleg lezárul ez a dolog. Igen, tehát, igen. Hát ez nagyon szép, én még arra gondoltam ennek kapcsán, hogy ez kicsit olyan lehet, mint a nullával való osztás, már amennyire én így ezt így fel tudom fogni, hogy így hogy eloszt, tehát, hogy így lenullázták saját magukat, és amikor már így visszaszoroznál, tehát hogy a művelet oda-vissza érvényes, tehát én szét tudok esni, és utána össze lehet engem rakni, de hogy ők annyira szétestek itt, hogy már egyik őket sem tudod összerakni. És ennek a fényében a záró jelenet, azt ti hogyan értelmezitek? Milyen értelem? Hát, hogy ugye ott éppen szakítani akar, ugye? Igen. És utána viszont meg, ugye pont elébe vág a nő, jól emlékszem. Milyen hálás neki, igen. Jó, hogy milyen hálás neki, és akkor ennek ellenére meg fog történni a szakítás? Hát én azt gondolom, hogy egyfelől, tehát vagy a szakítás, vagy az öngyilkosság meg fog történni. Valamelyik sikeres lesz, az biztos. Hogy igen. Én azt mondom, hogy igen. Tudnál szakítani itt ebben a férfinak a helyében? Az én képem arra épül, hogy én minden ilyen helyzetben támogatólag önkéjárásban lehet maradni. De igen, szóval az biztos, hogy tehát én ilyen szempontból tudok azonosulni ezzel a karakterrel, és tudom, hogy ha én nekem valaki azt mondaná, hogy nagyon köszönöm, hogy itt vagy, akkor én biztos, hogy ott maradok. Lehet, hogy ez volt a magával, a nullával való osztás, hogy már abban a kapcsolatban nem maradt semmi. Teljesen kinull lázódott, de hogy a nő még mindig képes volt egy olyan mondatot mondani, mivel életben tartotta a dolgot, és ez bár lehetetlennek tűnik a matematika nyelvén, az emberek nyelvén, viszont van ebből a nullával való osztás, és ezzel újra köszönhetett tovább megy a kapcsolat. Én akarok ebben hinni, én egy nagyon romantikus ember vagyok. Nagyon izgalmas. Szerintem ritkák azok a pillanatok, amikor te vagy az optimista a beszélgetésben, de jól áll abszolút. Mondd azt, hogy karakterideg. Én amúgy azt gondolom, hogy ez ennek vége, hamar vége. Vagy én nem, én inkább azt érzem, hogy ezután a csávó is depresszióba esik, mert hogy az ő élete, vagy az én képe is megborult, és akkor ezt már nem lehet ketten együtt ugyanilyen szomorúan folytatni. De te szép, amit olyan szempontból, amit Ádám mondta, hogy valahogy mégis tovább kell élni, még hogyha tudjuk is, hogy nincs értelme, meg minden, és hogy... Akkor egy kapcsolatnak is tovább kell élni, amelyekre tudjuk, és hogy nincs értelme. Nem tudom, én nagyon, most szerintem messzire vinni ez a téma, de szerintem itt Ákossal osztozunk egy felfogáson ezzel kapcsolatban. De most már kíváncsi lettem. Meg a hűségre. Igen. Ja, abszolút. A hűség meg a lojalitással kapcsolatban. Van valami, tehát alapvetően a házasságnál ez van valami ilyen szakrális dolog, amikor azt mondod, de ez nem szoktak az emberek belegondolni, hogy mit mondanak amúgy ki, de hogy azért a holtodiglan, és a jobban és rosszban. Igen, azért ezek nagyon komoly dolgok amúgy, tehát ez egy nagyon komoly hűségeskő. És szeretnék úgy gondolni magamra, hogy amikor én ezt ki fogom mondani, ha kimondom, akkor ezt tényleg komolyan gondoljam, és hogyha már tényleg komolyan gondoltam, akkor viszont ezt tartsam magam, mert hát beszélgettünk múltkor itt legjobb és legrosszabb tulajdonságokról. Én a jobbaim közé sorolom a következetességet, szóval szeretnék ehhez következetesnek lenni, de valószínűleg azért nagyon kemény helyzeteket tud alkotni az élet, tehát... Igen, de gondolj bele, hogy pont, vagy én azt gondolom, hogy én is hasonló vagyok, nekem így a hűség az, ami talán még a következetességnél is fontosabb, és ez nem egy jó tulajdonság ebben a tekintetben, hogy na mindegy, ebbe talán ne is menjünk el, de hogy van-e vagy egy ilyen ember, és hogy te mégis összepakolsz otthon, hogy akkor én így elmegyek, és hogy ennek a tudatában mennyire be lehet pusztulni. Mert hogy érted, hogy te végig úgy gondoltál magadra, mint arra, aki nem tudom, kötött egy szövetséget, egy esküt, és hogy aztán rájössz, hogy valójában te mégse vagy egy olyan... Az nem elég az. De várj, amúgy most ebbe belegondolva, hogyha mondjuk a házasságban a feleséged megcsal, akkor az végül is egy rossz, amin túl kell esni, és nem szakíthatod meg a házasságot. Mondjuk ez is egy kemény dolog, de... Ezek már ilyen nehéz... Szerintem nagyon messzire visz az a dolog, de hogy amúgy... Egyszer beszélhetnénk megcsalásról, és ilyen dolgokról. Igen, de itt pont az a baj, hogy amire felesküdtél, pont azt sértik meg amúgy ebben a helyzetben. Szóval igen, amúgy ha erkölcsileg vizsgáljuk, akkor erkölcsileg a megbocsátása helyes, de ez nagyon nehéz. Mert pont, hogy amit te a legfontosabbnak tartottál, ő pont azt sérti meg, amiért te magad a szavat oltad, ő meg pont azzal élt vissza. Szóval így ez az egyik legnehezebb szerintem. Ez még nehezebb, mint talán, amit itt a novellában történik. És még egy novella kapcsán, vagy egy továbbemben, hogy nektek volt valamilyen érzésetek, ami mondjuk a csávónak, vagy a csajnak lehet, hogy volt, amiben erősítettek, és hogy ez így meg
dőlni látszott, vagy hogy akár magatokban, vagy hogy így azt gondoltad, hogy te egy ilyen ember vagy, és akkor egyszer csak nem ilyen vagy. Én nekem mostanában volt egy ilyen, én most, hogy így vizsgáztam, azt éreztem, hogy én egész életemben okosnak tartottam magamat, és hogy kicsit megdőlt bennem az, hogy mennyire vagyok okos, vagy mennyire nem. Mert minek kapcsán, hogy így? Hát, hogy így úgy éreztem, hogy mások, mint hogy könnyedebben vennék ezt az akadályt, és hogy nekem majd nehezemre esik, és kicsit megkérdőjeleztem a képességeimet. Nekem is egyébként meglepő módon. Én először arra gondoltam, hogy nekünk ez azért könnyebb lehet, mert hogy milyen több dologban hiszünk, és hogy az lehet, hogy elköteleződsz valami mellett, hogy én így ebben hiszek, és aztán azt így kirántják alólad, szóval biztos jobb több lábon állni, de ami nekem leginkább hasonlított, ez szintén egy vizsgai időszakban volt. Én ott így nem készültem fel több vizsgára, amik így rosszul is végződtek, de hogy mégis így keletkezett bennem egy ilyen kétel, hogy mi van akkor, hogyha amúgy én ezeket, hogyha igazán okos lettem volna, készülés nélkül is meg tudtam volna jól csinálni, és hogy aztán így volt egy ilyen pánik ezzel kapcsolatban, hogy így valami, amire így rá, egy ilyen görög osztó, ami tartja így a személyiségemet, hogy amúgy én így nem tudom, hogy intellektuálisan rendben vagyok, vagy erre így lehet támaszkodni, az így beremegett, és az amúgy egy nagyon fura érzés volt, és nagyon félelem. Vagy én legalábbis ilyen... Nagyon hasonlóan értük meg szerintem ezt. Szerintem, hogy mindannyiunkban, mert szerintem mi mind hasonlóan szellemi motivációban, mert bennem is volt már ilyen, és van is ilyen érzés. Tehát én ugye végülis most tehát egy doktori képzésen vagyok, ahol felesküdök éppen a tudományra, de hogy azért nekem is, hát még most jelenleg is sokszor az az érzésem, hogy így mit csinálok így igazából, vagy hogy így néha nem tudom, hogy mit csinálok, vagy nem tudom, egyszer mondtad Ádám, hogy elbiciklizel a Csatkai Szent Máriához, és kérdezted, hogy mit szeretnék kívánni, és így azt kívántam, hogy bárcsak így tovább lendülhetnék egy ilyen elakadáson, ami a kutatással kapcsolatos, de hogy néha azt érezzem, hogy ez az alakadás, ez lehet, hogy nem is a kutatással, hanem velem kapcsolatos, hogy lehet, hogy ilyen... Az Ericssoni modellben. Igen, ez így lehet, akár. Kezdünk átmenni ilyen önismereti dologba, de amúgy abszolút. De hogy szerintem ez tényleg ilyen... Az identitás kialakítás. Tényleg igen, és megijesztő átélni, amikor azt hiszed, hogy ez vagy, és aztán lehet, hogy mégsem teljesen ez vagy, igen, de... Igen. Szerintem a legfélelmetesebb ebből a szempontból az ilyen erkölcsi megingás lehet, amikor azt gondolod magadról, hogy jó ember vagy, és hirtelen elkövetsz valamit, ami viszont hihetetlenül nem leszkedik bele abba a képbe, amit magadról gondoltál. Például azt gondolod, hogy így egy ilyen szűzies karakter vagy, és aztán előtör belőled valami egészen szemérmetlen dolog. Lehet, hogy spoilereztem a következő szabadpolcos adásból, aki lehet, tudja. Lehet, hogy valami elszpoilereztél. Igen. De igen, igen, szerintem itt ez a nehéz, hogyha te azt mondod, hogy én csak egy szerep vagyok. Tehát hogy mondjuk ez biztos ne... Hogy lehet, hogy ez, tehát, hogy attól függ, hogy hány görög oszlop tartja a személyiségedet. Mert hogyha mondjuk szerintem itt ennek a nőnek így egy nagy görög oszlopa volt, a matematika. Aha. És mondjuk a férfinek lehet, hogy így voltak ilyen apróbb oszlopok, de hogy az öngyilkossága óta biztos, hogy az egy nagy oszlop az, hogy ő empatikus, és hogy ő amúgy így tud szolgálni másokat. Aha. Jó értelemben szolgálni. Aha. És hát ezek az oszlopok bedőltek, és hogy ott ültek, és nem nagyon tudtak velük mit kezdeni. Valahogy így képzelem el mondjuk a náci Németországot is, hogy szerintem sokakban volt azzal kapcsolatban egy ilyen belső feltevés, hogy ők amúgy hát ők nem árulnák el a szomszédot, ők nem ölnének meg ártatlan embereket, meg ilyesmi, és akkor ugye ilyenkor kerül az, hogy erről a Peterson is beszélt, meg a Páfer is beszélt, hogy 10-8 ember azokban a helyzetekben amúgy elbukik, amikor az életéről kell dönteni, és hogy valószínűleg az is egy ilyen erkölcsi felfordulás lehet, és az is azt mutatja, hogy így abban, amiben eddig hittél, vagy aminek tartottad magad, az valószínűleg mégse úgy van, és azért abból így egy egész társadalmi lelkiismeretfordulás lett a vége. Nem? Vagy hát, ez egy hasonló dolog. Igen, szerintem működik, igen. Most eszembe jutott, hogy talán a személyes drámák adásunkban mondtál egy ilyen sztorit, Ákos, hogy egyszer valaki a táskádat megpróbálta ki akartam. Nem is gondoltad, hogy így fogsz reagálni. De igen, és elöntött az adrenalin, és hogy sikerült így kirúgnom a másiknak a lábát, ami az én szerepkészletemnek abszolút az egyik, nem tudom, sarkában
sejvedő szerep, az agresszív szerep, vagy az ilyen agresszor, vagy ilyen domináns karakter, de hogy abszolút elő tudott jönni. Tehát, hogy ezek így megszólítódnak, azért így könnyen elő. Igen, de hogy ez a durva, hogy olyan ilyen szélsőséges helyzetben így meddig bomolhat le az ember, vagy... Igen. Vagy ez itt az jó, hogyha... Hát jó kérdés egyébként. Mert ugye most így a náci Németországra ez így nem érvényes, de hogyha minél több szerepet tudsz váltogatni, akkor biztos, hogy kevésbé tudsz úgy rendesen megborulni. Igen, ez jó volt szerintem, hogy több tartószlopod legyen, csak hát, hogy nehéz kialakítani többet. Igen. Meg hát azok kisebb tartószlopok. Mert szerintem, hogyha így, tehát ez a nő is azért tudott ennyire zseniális lenni, meg ennyire része lenni a tudományos életnek, vagy sőt, én igazából az egész ilyen, bár lehet, hogy ez a valóságban nincs így, ezt majd így Alex tudja támasztani, vagy cáfolni, hogyha mondjuk valaki így szerződik a tudományra, és hogy ott ki akar emelkedni, akkor ott így kb. Mindent oda kell adni a végén. Mert úgy mindent, hogy te nem lehetsz mellette ilyen, meg olyan, meg ilyen. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, nem lehetsz egyszerűen négy szakmát, hanem te így nagyon tudós vagy. De lehet, hogy ez amúgy minden. Szerintem ez mind, igen, szerintem minden igaz. Hogyha ilyen nagyon profi pszichológus akarsz lenni, akkor te nem a szabadidődben nem a Tetsenget, hanem a Rogers-t fogod olvasni, és folyton ilyen terápiákra készülsz, majd nem tudom. Tehát, hogy így... Szerintem amúgy ilyen szempontból ennek jó modellei ezek az RPG játékok, ahol mindenfélére gyűjthetsz talenteket, és hogy tényleg, megcsináltad azt, hogy te mindenből egy kicsit, mindenből levelőtig elmész. Az a gáz, hogy véget ért a polihisztorok kora már, szóval kár. Igen, tudod miért ért véget, mert ma már... Minden professzionalizálódott. Igen, tehát ma már annyival előrébb tartunk, tehát hogy most már mindenhez, amiben újat akarsz hozzáadni, már nagyon sok előzetes tudást, mert akkor még nem volt annyi előzetes tudás, amit fel kellett markolni, hanem még rálehetett. Meg az alapját. Így van. És ezért ma már, tehát ameddig eljuthatsz úgy, hogy te vagy egy ilyen jack of all trade, ezt így mondják, hogy így mindennek a tudó, egy ilyen, ez a bicska, ami minden nyit típusú, ahhoz így persze mindenre rákhatsz mondjuk level 5-öt, és akkor ez mondjuk régen elég volt a polihisztorsághoz, ma már semmire nem jó, de hogy akkor a másik út meg az, hogy akkor fogod, és akkor kimaxolsz egy skillt, és akkor te leszel a legjobb rúg, és a legjobb, nem tudom, shadow rúg, és akkor... Ja, igen, meg szerintem például az ilyen játékokban is teljesen működik, vagy én például a WoW-ban, hogyha egy healert akarsz nézni, akkor ez biztosan a priest lesz, és rengeteg más karakter tud gyógyítani, és vannak olyan helyzetek, amikor ők így kipicivel jobban jönnek ki, de hogyha egy healert keresel, akkor biztosan egy priestet keresel. Tehát, hogy vannak tehát az ilyen pure karakterek, azok így kiemelkednek ilyen szempontból. Igen. Csak hát igen, meg itt az is nehéz, hogy ránk, hogy itt ráadásul még nem is ilyen kasztokat választunk, hanem nekünk csak ilyen pontjaink vannak már, mint ebben a korban élő fiataloknak szerintem. Szóval mi így bármelyik karakter lehetünk, és szerintem tök nehéz így elköteleződni, hogy akkor én 16 éves koromtól nyomom a intellektre a pontjaimat, és akkor a végén így elmegyek így tudósnak, mert hogy annyi minden lehet, és annyi minden lennék, és akkor a végén ott állunk, hogy mindegyikre raktunk 15 pontot, és... Ja, igen, és nagyon érdekes, hogy ugyebár a világ professzionalizálódott, de közben meg az ingerek amúgy ilyen egyetemlegesek lett, vagy ilyen generalizálódtak, vagy hogy mondjam, hogy az meg a polihisztorság irányába mozdulna el, hogy így mindenfelől kapsz különböző ingereket, és mindig más érdekel, így semmibe semmi egyszer igazán, és akkor emiatt, hogy mindenhez értesz, de hogy közben meg már a világ nem ezt profitálja, szóval vagy nem ezt tartja a jövedelmezőnek. Mert hát az még mindig azért, ami eljut így a széles körbe, az még mindig nem az a tudás, amit megkaphatsz egy egyetemen, vagy egy magasabb tudományos tanpályán. Tehát, hogy azért én azt látom, hogy hát én, mint valamennyire a tudományban így benne vagyok, azt látom, hogy még mindig azért az ilyen magas tudományos eredmények, meg a magas módszertan, az még mindig így pár embernél összpontos, és azok néha tartanak egy ilyen workshopot, és akkor így átadják a tudásaikat, de hogy azért ami meg innen majd lejut a mondjuk a nőklapja kávéba, az azért egy egész más tudás, vagy hát, ja... Meg hát sokat kell fejlődjön, tehát hogy mondjuk egy új tudományos eredmény az nyilván nem fog rögtön bekerülni a nőklapjába, hanem előtte még rá kell épülni a Tetsengnek, aztán még azt el kell olvasni, el kell mondani egy podcastben, ezt meg kell hallgatni, és akkor végül csorog lefelé. Igen, meg hát még köré kell épülni 10 másik cikk, ami egyáltalán megmutatja, hogy ez oda is érvényes, meg itt is érvényes, meg ott is érvényes, és akkor na jó, akkor talán ebből azt mondhatjuk, hogy ez és ezzel kapcsolatos, de hogy tehát egy kutatás az ilyen iszonyú pici. Nagyon-nagyon specifikus, és
És pont ezért tényleg az egy ilyen alap élmény az embernek, hogyha mondjuk elvégzi a doktori képzést, amit én még nem végeztem, de ismerek olyanokat, akik igen, hogy tényleg azt érzed, hogy így egy nagyon kicsi dologból tudsz nagyon sok mindent, tehát így végtelen tudásod van belőle, vagy így az összes szerzőt ismered, aki ebben az egy területen van, de hogy ezt még ez nem jelenti, hogy így hogy még az egészhez értesz, vagy hogy így mindent tudnál. Na majd az AI majd mindent fog tudni. Hát az AI majd mindent fog tudni. Egy igazi polisztor lesz. Hát az biztos. De ugyanakkor azt nem szabad elfejteni, hogy viszont jobban, tehát fogékonyabb leszel akár. Úgyhogy én azt látom, hogy aki mondjuk foglalkozott pszichológiában, tudományjal, az mondjuk jobban megérti, hogyha mondjuk olvas egy akár egy orvosi tudományos eredményt, vagy nem tudom, lehet, hogy a matematikait nem, mert az azért elég messze van, de hogy van egy ilyen egyetemlegessége is a tudománynak. De hát igen, az AI, és amúgy Chang-től végül nem AI-os novellát ajánlottam, de hogyha lesz még egy kör, akkor Asimovot fogok ajánlani. És szerintem azért az AI, és a Chang is sokat ír az AI-ról, és ő is szerintem azt látja, hogy ez idővel elkerülhetetlen, hogy az ember csak egy másodfaj lesz majd valamikor. Egy újabb optimista végszó. Basszus, nem. Mindig. Jó, hát te pozitívan néztél az AI korára, szóval hát, az lehet mondani, hogy pozitivista. Végül is, én már úgysem leszek volt, szóval és lehet, hogy a világnak meg ilyen jobb lesz. Jobb. Hát, ez volt már a szavazban. még a kör, hogy kinek ajánljuk, kinek ajánlanátok, akár konkrét, akár fiktív személynek ezt a novellát. Kíváncsi vagyok. Hát már egyszer volt szó a mérőről, szóval én a mérőnek ajánlanám. Szerintem neki gondolom bejönne ez a dolog. Szerintem jó, szerintem adná. Szerintem a helyek hasonlóan gondolkodnám. Én szerintem, én most lehet, hogy csak ilyen általánosságot fogom mondani, de most így megint egy ilyen csoportnak ajánlanám, hogy azoknak az ilyen tudományban nagyon investált embereknek, akik annyira így a művészethez nincs kapaszkodójuk. Vagy én úgy érzem, hogy egyébként a Chiang azzal együtt, hogy a tudományból átfordít a köznyelvre dolgokat, szerintem a művészetben is alkot olyat, ami a tudósoknak egy kapocs. Vagy hogy például ezt egy tudós szerintem elolvassa, akkor tök könnyen relate-el hozzá, de hogy ugyanakkor meg valamennyire egy művészi tartalmat is kap. Szóval én ezt tudnám mondani, hogy ha ilyen profánan egy nagyon kockafej ember, aki nem olvas ilyeneket, az olvassa el egyszer a tetszenget, és tök jó lesz. Nekem még most jutott eszembe a volt vendégünk Nagy Gergelynek ajánlanám. Szerintem ő amúgy kapná ezekre a novellákra, így az elmondásai alapján, sőt szerintem kifejezetten erre a novellára így tudna így, nem tudom, vibe-olni a posztjai alapján. Szóval nagyon sokszor mint hogyha erre figyelmeztetné a tudományban nagyon investált embereket, szóval szerintem neki ez így tényleg tetszett. Most, hogy mondod, amúgy van egy Ted Chiang novella, aminek az a címe, hogy A pokol, mint Isten hiánya. Az egy nagyon-nagyon érdekes Chiang mű, amiben már egész ilyen vallásos színezetek van. Jó, de jó, egy ilyen furcsa világot ábrázol, ahol vannak egyébként angyalok, tehát hogy a mennyből angyalok így lejönnek, de azok már halott emberek, és csak néha jelennek meg, és hogy ennek, mivel bizonyosságunk van a mennyországról, ezért így gyanítjuk, hogy van egy pokol is, de hogy nem tudjuk, hogy az így miben, és hogy igazából emiatt a tudomány is elkezd konkrétan a mennybe vizsgálódni, mert hogy van bizonyítékunk arról, hogy láttak már angyalok. Ez nagyon érdekes, én azt is ajánlom, hogyha valaki olvasna még ilyeneket. Értem, hogy még amit elmondanék, hogy a következő novella az Milan Kundera-tól lesz, a Nevetséges szerelmek című elbeszélés kötetből, és a Hamis autóstop címet fogja viselni, szóval ha valaki megkímélni magát a felolvasás élményétől, vagy esetleg előre készülne, mint egy igazán eminens tanuló így a nyári iskolában, annak azt tudom ajánlani, hogy olvassa el ezt a novellát, meg az egész kötetet. Igen, úgyhogy akkor köszi, hogy meghallgattátok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!